Bon. Profik vagyunk. Tehát fények így buf, így az arcodba, és így ültem, és így ő meg már így nyomta, hogy én világbajnokság, így, meg úgy, és akkor így nézek, mondom, hol vagyok, úristen, és feltette kérdést, és szinte szerintem nem is válaszoltam. És így látta, hogy így nagyon nem vagyok képbe, és akkor ott nyomta, és nem kezdtem úgy helyre jönni. Versenyt Kölnbe, BMX Masters-t. Kicsit fura érzés volt, mert amikor második, meg harmadik lettem azért egy profi ezen a versenyen, hogy én már azt is nagyon nagy sikerélménynek éltem meg, mert azért nem, előttem senki nem ért el úgy egymás követő éveken ilyen profi kategóriában ilyen helyezést. Elkezdtem 11 évesen, akkor így igazán nem is tudtam, tudod, hogy van, létezik ez az egész dolog, szóval én így elkezdtem trükköket próbálgatni, de hát így azt sem tudtam, hogy van, csak én nem tudom miért így, hát ez így unalmas, valami kell. És akkor így hát abba hagytam, mert nem tudtam, hát nem hittem magamban 11 évesen, hogy most ebből új, de nagyon jó trükköket fog csinálni. És akkor megláttam két új helyi srácot, aki Sarlósi Attila, Pásztor Gábornak hívnak. Hát is akkor én megláttam, hogy úristen, létezik ilyen, hogy így trükköket csinálnak vele, és akkor én mondtam, hogy jó, hát én ezt akarom csinálni. És onnan nem volt semmi, már másnap mentem hozzájuk, hogy akkor mutassatok már egy-két trükköt. Azt sem tudtam, hogy léteznek versenyek, nem is kérdeztem tőlük. Én évekig, egy-két évig szerintem, vagy három, úgy bicikliztem, hogy csak imádtam és gyakoroltam a trükköket. Nem is kérdeztem meg, hogy vannak-e versenyek, mert egyszerűen nem érdekelt, hogy most én ebben sikerélményt érjek el, hogy első én vagyok a legjobb, vagy valami. És akkor csak azért csináltam, hogy mert szerettem, utána elmentünk egy-két versenyre, akkor még volt ilyen korosztályos is, azokat megnyertem általában. És akkor végülis ezzel párhuzamosan változott így az egész dolog, mert közben jöttek a szponzorok, ezek a dolgok, és onnantól kezdve, hogy profi vagy, idézőjelben így, a nem profik, vagy illetve a profik is azért van egy ilyen elvárás, aminek azért úgy meg kell, hogy felelj, hogy te vagy az egyik legjobb, akkor új trükköket várnak tőled, vagy egy szép futamot, jó videót, szóval úgymond ezzel már dolgozni is kell, nem csak az van, hogy kimegyek, biciklizek, hazamegyek. De ennek is megvan a szépsége, meg annak az időszaknak is. Hogyha az nem lett volna, akkor nem lenne most ez.